Ma hogyan dolgozik? Mi vagyunk az a szervezet, amelyik mindennel is foglalkozik, ami gyerekeket érint. 450 millió gyerek él ma a világban, fegyveres konfliktus által érintett területen. 450 millió gyerekről beszélünk. Nekik nincs gyerekkoruk. Ezek a gyerekek úgynevezett elveszett generációvá állnak össze. Az Apaidő podcastot a Vodafone podcast Pioneers programja támogatja. Szeretettel köszöntöm az Apaidő podcast nézőit és hallgatóit, Kertész András vagyok. A mai műsorban a globális kihívásokról lesz szó. Nekünk, modern szülőknek számos témával kell megismerkednünk, és számos dologgal kell megküzdenünk. Általában, mint mindenki, mi is körbenézünk, és ami körülvesz minket, ami minden nap ér minket, azokra a kihívásokra igyekszünk megfelelő válaszokat találni, megfelelően reagálni. De számos olyan dolog van körülöttünk, amiket nem minden nap érzékelünk, de nagyon komoly hatással vannak az életünkre. Ugye ezeket szoktuk globális kihívásoknak hívni. És a mai vendégem egy olyan vendég, aki arra tette fel az életét, és az elmúlt éveit, hogy a globális kihívások kapcsán gyerekeknek segít. Hogy hogy segít, és hogy az a szervezet, akit ő képvisel, az hogyan támogatja a világot, minket, a gyerekeket abban, hogy megfelelő válaszokat találjunk ezekre a kihívásokra. Erről lesz ma szó, mégpedig azért, mert hogy én abban hiszek, hogy Fontos modern szülőként, hogy, hogy kialakítsunk egyfajta viszonyt a globális kihívások kapcsán, mert a gyermekeinknek el kell tudjuk mondani, hogy a gyermekéhezés, a klímaváltozás, a háborúk, a migráció, milyen jelenségek hogyan hatnak ránk, hogyan fognak rájuk hatni, milyen folyamatok indultak el a világban, és hogy hogyan lehet ezekre reagálni. Mindezekről lesz ma szó az apa Idő podcastban, de előtte még három dologról szeretnék beszélni nektek. Az első az, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nyomjátok meg a gombot, és kövessetek minket TikTokon, Facebookon, instán, LinkedIn mindenhol, ahol ott vagyunk. A másik, hogy van egy ilyen könyv, az apaidő könyv, a modern szülők mindennapi kihívásairól vannak történetek, és némi válaszok is benne, az én válaszaim, tehát nem biztos, hogy mindenkinek jó lesz. Inspirációnak biztosan megfelelő, úgyhogy ajánlom nektek szeretettel. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni a mai adás előtt, az, hogy nagy megtiszteltetésért minket, ugyanis a Business fest a Bridge Budapest és a Dréher Sörgyára külön díjat kapta az apaidő, az élesztő díjat, amelyik olyan projekteknek, olyan cégeknek, olyan kezdeményezéseknek jár, amelyek uh, tudásmegosztás és tudásátadás terén működnek. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és innen szeretném megköszönni annak a 15 kollégámnak, akik eddig az Apaidő podcastban és az Apaidő projektben dolgoztak, hogy itt vannak velünk és segítik a mindennapi munkánkat. És akkor kezdődjön a beszélgetés a globális kihívásokról és a UNICEF-ről, amelynek az igazgatója, ügyvezető igazgatója itt ül velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Mészáros Antóniát. Szervusz! Szervusz, köszönöm! Az első kérdésem, hogy hogyan kerültél te kapcsolatba a UNICEF-fel, hiszen egy ismert televíziós személyiség vagy és voltál, akit ismertünk a képernyőről, láttuk, követtük, tiszteltük, és egyszer csak kiderült, hogy te leszel a UNICEF ügyvezető igazgatója. Hogy történik ez az ember életében? Hát arra a kérdés, hogy először hogyan kerültem kapcsolatba az unicef el a korrekt válasz, hogy akkor, amikor először UNICEF-es lapot vettem, ez azt hiszem, hogy a 20 éveim elején történt, amikor éppen Londonban éltem újságíróként dolgoztam, és besétáltam valami karácsonyi vásár templomudvarára, ahol ki voltak téve ezek a nagyon guztusos lapok, és ugye láttam rajta, hogy azért jó megvenni őket, azon kívül, mert nagyon szépek, mert hogy az ára ráadásul jótékony szervezetet támogat, tehát nem profit lesz belőle, hanem életmentés. És akkor én is elkezdtem unicef képes lapokat vásárolni, mint nagyon sokan mások és nyilván láttam időről időre, hogy mivel foglalkozik ez a szervezet, meg utaztam sokat a BBC kötelékében konfliktuszónákba, meg veszélyes területekre, és szegény országokba is, ahol az újságírók és a nemzetközi segélyszervezetek dolgozói hamar megtalálják egymást, mert ugyanazokra a helyekre járnak, és beszélgetnek, és kis irítséggel hallgattam az ő történeteiket. Mert hogy újságíróként még akkor is, hogyha egyébként a londoni BBC kötelékében azért sokkal jobban el tudtunk mélyedni konkrét témákban, mint amire mondjuk a magyar médiában jelenleg lehetőség van, de ahhoz képest, aki éveket tudott foglalkozni azzal, hogy megváltoztasson egy rossz helyzetet, vagy megoldást hozzon egy problémára, vagy megmentse az ott élő gyerekeket, vagy civileket, nagyon felszínesnek tűnt, hogy én eltöltök néhány hetet, néhány hónapot, készítek valami fajta vizuális lenyomatot arról a helyzetről, és már megyek is tovább a következő produkcióra. Nem gondoltam ezzel együtt, hogy én valaha ebben a világban fogok dolgozni, mert nagyon távolinak tűnt, és azt gondoltam, hogy nyilván ez egész az ember életének elején eldől, hogy akkor ő mondjuk újságíró pályára megy, vagy nemzetközi szervezeteknél kezd el dolgozni. Úgyhogy nem nekem jutott eszembe őszintén szólva, hogy én elkezdjem keresni az unicef meg ezt az utat. Nekem annyi jutott eszembe, hogy lehet, hogy a médiától eltávolodnék egy időre, és valami mással foglalkoznék szívesen. És amikor erről beszélgettem egy véletlenszerű találkozás alkalmával egy fejvadásszal, akkor az illető lelkesen megkérdezte tőlem, hogy tényleg váltanál? Hát jaj, de jó, most keresünk ügyvezető igazgatót az UNICEF Magyarország élére. És én rögtön mondtam, hogy hát ez jól hangzik persze, de én teljesen alkalmatlan vagyok. Hát nincsen adománygyűjtő tapasztalatom, ami nyilván fontos egy ilyen szervezet életében, nincsen gyermekvédelmi tapasztalatom, de igazából menedzsment tapasztalatom sincsen, műsort vezetni, meg szervezetet, az nem ugyanaz. Én egy büfékocsit se vezettem még soha, tehát nyilvánvalóan nem én vagyok az emberetek. De mondta a fejvadász, hogy jó, lehet, hogy ő ezt másképp gondolja, de most nem kell meggyőznie, küldjem el az életrajzomat, és majd elválik. Elküldtem az életrajzomat, és nem sokára értesítettek, hogy rajta vagyok az úgynevezett shortlisten, ami ugye azt jelentette, hogy akkor valódi esélyem van, és interjúkra kell majd elmennem, ahol beszélgetünk arról, hogy, hogy én hogyan működnék ebben a pozícióban. És itt bekapcsolt az újságíró rutin, elkezdtem készülni úgy ezekre a beszélgetésekre, mint mindegyik másik beszélgetésre addigi pályám során, vagyis információt gyűjtöttem, olyanokkal beszéltem, akik benne voltak ebben a történetben, és próbáltam összerakni a képet. És közben teljesen beleszerettem a kihívásba. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát akkor hogyan lehetne ezt itthon jól csinálni, mi az, ami esetleg Kevésbé működik, mi az, ami jól működik, mi az, amit meg lehet tanulni más országokból, mi az, ami nálunk egyedi, és mire megérkeztem az igazi állásinterjúra, addigra tele voltam elképzelésekkel, és gyakorlatilag egy stratégiát tettem le az asztalra, hogy én ezt csinálnám. Meg is kaptam utána ezt a lehetőséget, ami engem lepett meg a legjobban, de azt a visszajelzést kaptam később, persze nem tudom mennyire igaz, hogy talán azon múlhatott a dolog, hogy nagyon sok másik jelölt magáról beszélt. Én nem akartam magamról beszélni, mert úgy éreztem, hogy engem egyébként semmi nem predestinál erre a feladatra. Az, hogy eddig mit csináltam, azt talán tudhatják is azok, akik engem interjú volna, de nekem arról kell őket meggyőzni, hogy valami más. Hogyan csinálnék. És tetszett nekik, hogy én voltam az, aki a feladatra koncentrált végig, és olyan ismiket mondtam, amire úgy gondolták a kuratórium tagjai is, akik engem interjúztattak, hogy hát egyébként ezek jó ötletek, ez jól hangzik. Egy komoly stratégiaváltásról volt egyébként szó, de hál' Istennek, nekik is tetszett, amit mondtam, és akkor végül is elindult ez a történet. A mai műsornak az is célja, és azért is. Örülök, hogy itt vagy velünk, mert szeretném bemutatni azokat a szervezeteket, főleg a UNICEF-et, amelyek az ilyen globális kihívások kapcsán dolgoznak. És, és én csináltam egy kis kutatást, megkérdeztem embereket, hogy ők mit tudnak az ENSZ-ről, a UNICEF-ről, a, a WWF-ről, stb. stb. És azt látom, hogy mindenki hallott ezekről a szervezetekről, tudják, hogy támogatnak nem tudom, állatvédelmet, meg éhező gyerekeket, meg ülnek valahol Párizsban, New Yorkban, nem tudom, időnként összejönnek és gondolkodnak valamint, de igazából erejük nincsen, stb. ilyesmi véleményeket hallok, de én azt látom, hogy azért az átlag emberek ennél mélyebbre nem nagyon látnak. Hogy működnek ezek a szervezetek, hogyan, konkrétan hogyan segítenek, milyen akciókon keresztül, stb. 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 És amikor azt mondod, hogy stratégiaváltás van, akkor élek a gyanúval, hogy, hogy, milyen stratégiából, milyen stratégiába váltott a UNICEF Magyarországon például, az nem annyira tudjuk. Úgyhogy arra szeretnék kérni, hogy mesélj egy picit arról, tulajdonképpen a UNICEF ma hogyan dolgozik, mind dolgozik, milyen célok mentén, és milyen módszert annal. Igen, ez, amit most elmondtál, ez szerintem globálisan nem feltétlenül igaz, de Magyarországon mindenképpen az, hogy tényleg ezekről a nagy szervezetekről, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy vannak, kapnak valami központi büdzséből pénzt, és aztán többé-kevésbé hasznosak, talán elhisszük, hogy jó szándékúak, de nem érezzük, hogy a mi életünkhöz nagyon kapcsolódnának, hiszen mi nem egy Kiszolgáltatott harmadik világbeli országban élünk, és ez a képünk, hogy ezek a szervezetek leginkább ott aktívak, és nem is egy gazdag országban élünk, és feltételezzük, hogy ezek a szervezetek valahogy onnan finanszírozódnak. Úgyhogy itt nekünk Magyarországon az egyik legnagyobb kihívás a mai napig valóban ez, hogy ahhoz képest, hogy az igazság az, hogy egyébként átlagemberek havi pár ezer forintos támogatásából működik ez a szervezet, és nekünk Magyarországon ugyanúgy meg kell találnunk ezeket az adományozókat, mint a többi magas jövedelmi országban, mert a világszervezet nem támogatja a mi magyar működésünket, és az ENSZ sem támogatja az UNICEF működését, hanem ez egy önfinanszírozó szervezet. Ahhoz képest itt mi sokkal könnyebben kapunk lájkokat, like mint adományokat, emiatt, amit te is elmondtál. Ami talán más stratégia volt, Onnantól kezdve, hogy én megérkeztem, hogy korábban úgy, úgy működött az magyar UNICEF is, mint ahogy a legtöbb ilyen magas jövedelmű, fejlett, úgynevezett gazdag országban, és mi ide tartozunk, hogyha a világ egészét nézzük hogy beszélt a szervezet itthon a világ fájdalmáról, de nagyon kevés aktivitása volt, ami a helyi gyerekekhez és az ő problémáikhoz kapcsolódott, mert a világszervezet valahogy így működik. 190 országban van jelen az UNICEF, ezeknek a nagy része úgynevezett programország, tehát olyan területekről van szó, ahol a gyerekek életét komoly veszélyek fenyegetik, ez sok esetben háború vagy fegyveres konfliktus, lehet természeti katasztrófa, lehet valamiféle elhúzódó válság, lehet egy nagyon szegény gazdasági környezet, ahol a nemzetközi szervezetnek operatív módon napról napra tenni kell azért, hogy ezek a gyerekek túléljenek, esélyeket kapjanak, és ezek a tevékenységek gyakran humanitárius programok olyan egyszerű dolgok, mint például ivóvizet biztosítani, élelmiszert biztosítani, oltás, gyógyszert biztosítani, biztonságot adni például egy háborús övezetben. Van viszont 33 olyan ország, amik ugye magas jövedelműek, mondjuk Szomáliához képest, és békések, és ezekben az országokban működnek az úgynevezett nemzeti bizottságok, ilyen a Magyar UNICEF is, ahol a világszervezet a globális munkáját szeretné megmutatni az ott élő jó módú társadalomnak, és a szolidaritásukra appellálni, hogy annak a havi egy doboz csokoládénak az árával, mondjuk egy doboz csokinak egy pár óra a belvárosi parkolás árának megfelelő összeggel, azok a az emberek, akiknek lehet, hogy a fontos dilemmái közé azt tartozik, hogy melyik filmet nézze meg szombat este a barátaival a moziban, támogassák ezeknek a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélését és a boldogulását. És ezekben az országokban nem feladata a világszervezetnek, hogy a helyi gyerekek problémáit megoldja, mert hogy itt vannak valójában erőforrások a helyi államigazgatásban, a helyi civil szervezeteknél, a helyi vállalati szférában. Az UNICEF tehát mondjuk tudást hozhat ide, meg például lobbizhat azért, hogy a helyi szereplők azok komolyan vegyék a feladataikat, de nincs arra szükség, hogy mi ássuk a kutakat és adjuk az oltásokat, sőt, mandátum sincsen, mert ehhez egy teljesen más jogi keretrendszer kell, és olyan nemzetközi szerződések, amit magára valamit adó, fejlett demokratikus ország nem fog aláírni az ensz meg az UNICEF-fel, hogy mostantól ti hozzátok ide a humanitárius programokat. Úgyhogy Ezekben az országokban jellemzően nagyon kevés helyi cselekedet van, vagy nagyon kevés helyi program, és nagyon nagy hangsúlyt kapnak a világ problémái. Viszont, ugye. Nekem ez volt annak idején a meglátásom. Magyarország másképp működik ebben is. Ugye szeretünk mi magyarok arról beszélni, hogy minden másképp működik, és ez biztos igen. nem mindig igaz, de sokszor igen. És ebben a tekintetben is azért mi egy ilyen értelemben félúton járó, társadalom vagyunk, nem az a magyarok képe a világról, hogy tulajdonképpen mi egy, egy jó módú jövedelmi országban élünk, ami mi problémáink eltörpülnek a harmadik világéhoz képest, és nekünk az a dolgunk, hogy őket támogassuk, hanem inkább az a magyarok képe, hogy itthon is rengeteg probléma van, ebbe beleértendő az, hogy rengeteg szegény gyerek van, meg rengeteg olyan ügy, ami a magyar gyerekeket is sújtja, nyomasztja, és hogyha valaki hiteles akar lenni abban a szerepben, hogy ő minden gyerekért dolgozik, az UNICEF-nek pedig ez a mottoja, akkor nem lehet, hogy ebbe a magyar gyerekek ne kapjanak egy nagyon hangsúlyos szerepet és hogy ne foglalkozzunk a leghátrányosabb helyzetű gyerekkel is, meg a minden magyar gyerekkel is, akik lehet, hogy nem élnek gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetben, anyagilag, de attól még nagyon sok olyan probléma van, ami, ami őket is érinti, legyen ilyen a gyermekekkel szembeni erőszak, aminek sok formája van beleértve például a kortárs erőszakon, vagy a mentális egészségük, vagy a klímaválság által kiváltott szorongás, vagy millió dolog, amivel ma már foglalkozik az UNICEF Magyarország. És én akkor arról tudtam meggyőzni a mi kuratóriumunkat és a nemzetközi szervezet aktuális vezetőit, hogy mi egy picit más utat járhassunk mint azok a szervezetek, akik mondjuk Németországban, Svédországban, Angliában, Amerikában valóban megtehetik, hogy csak a, kis, a világ más részein élő kiszolgáltatott gyerekekről kommunikálnak, vagy leginkább róluk. Mert az ott élő emberek egyébként egyrészt sokkal jobban átélik a globális ügyeket, sokkal jobban követik, mert az ottani sajtó is ezeket jobban mutatja. Saját történelmi örökségük is sok esetben van. Tehát nyilván ebben a, a fokozottabb figyelemben benne van egyfajta felelősségérzet is, hogy hát itt a világ folyamatainak egy részét mi alakítottuk, hogy csúnyább szavakat ne használja. Tehát van közünk hozzá, hogy most Afrikában szenvednek, és van feladatunk abban, hogy ezen változtassunk. Itt pedig én akkor azt mondtam, és szerintem azóta ez a tézis, ez, ez tulajdonképpen igazolva is lehet, hogy ha meg tudjuk szólítani a magyar családokat, és a magyar adományokat, Magyar gyerekekről szóló programokkal és kampányokkal és üzenetekkel, akkor sokkal jobban ö, oda fognak figyelni akkor is, amikor a világ fájdalmáról beszélünk, és több szolidaritást és több empátiát várhatunk tőlük, mert egyébként Magyarországon valóban csak addig fog működni az UNICEF, amíg ezt a fajta társadalmi szolidaritást tudjuk csatornázni, a világ szerencsésebb családjai felől, a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeihez és családaihoz, és egyébként azt én sem vitatom, hogy mi a világ szerencsés felén élünk. Még akkor is, hogyha sok magyar ember nem így gondol erre, és hogy egyáltalán nem ördögtől való gondolat, hogy mi, akiknek máshol vannak a problémáink, havi pár ezer forinttal segítsük azt, hogy azok a gyerekek is túléljenek, akik szerencsétlenségükre sokkal keményebb sorsot kaptak, és sokkal nehezebb körülmények közé kerültek. Csak ezt egyensúlyban kell tartani azzal, hogy, hogy itthon mi van. És erről is sokat kell beszélni. És valóban most már nagyon sok magyar embert meg tudunk szólítani azzal is, hogy elmondjuk, hogy hol van háború, hogy hol van szegénység, hogy hol van válság, és persze azzal is, hogy a saját gyerekeikkel hogyan tudnak jól foglalkozni például, ami a te témád. <hály> Igen. A két nagy fókuszunk van, az egyik az a nemzetközi kihívások és a külföldi kihívások, és akkor, ahogy te is beszéltél róla, a UNICEF a magyar kihívásokkal is foglalkozik. Menjünk először a magyarban, mert sokat beszéltél erről. Mi az, amit ti konkrétan tesztek Magyarországon a magyar gyerekekért, és miért pont azt? Hát több mint 15 programunk van, úgyhogy ha ezekről mindannyit beszélnék, mint szeretnék, akkor neked nem marad időt semmi másra. Nem, én be de... közben fogok vágni, <laughs> ne, ne aggódj. De abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy erről mindent feltüntettünk a honlapunkon, tehát akit ez tényleg behatóan érdekel, az az UNICEF Magyarország honlapján www.unicef.hu minden programba elmélyülhet. De ahogy az előbb említettem, Ebben a 15 programban vannak olyanok, amik a kiszolgáltatott magyar gyerekekkel foglalkoznak, akár közvetlenül a hátrányos helyzetűekkel. Ilyen például a Rajtad áll a jövőt című programunk, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak adunk lehetőséget arra 2018 óta, hogy az őket is személyesen érintő, de tágabban is érvényes társadalmi problémákra megoldásokat találjanak. Ők maguk azonosítsák be ezeket a gondokat, és ők maguk kapjanak ahhoz segítséget. Mentorálást, tudást, mindenféle felkészítést, és egyébként az utolsó szakaszban már némi anyagi keretet is, hogy megoldásokat szervezzenek ezekre a problémákra. Erre a programra azért is nagyon büszke vagyok, mert amikor mi ezt elkezdtük, akkor mi voltunk az egyetlen úgynevezett fejlett ország az UNICEF globális rendszerében, akik beléptek ebbe a körbe, és akik működtették ezt helyi forrásokból, mert hogy jellemzően ezt ezt a történetet, ezt a, a programországokra találták ki, ahol nyilván máshol vannak egy kicsit a problémák is. De elég szívszorító sokszor, hogy magyar hátrányos helyzetű gyerekek, jellemzően azért nem Budapestről, de Budapestről is, milyen problémákat ragadnak meg, és mindig látjuk azt, hogy sokkal jobban működik ezeknek a megfejtése, megoldása attól, hogy ők azt érzik, hogy ők azonosították, és az övék ez az egész történet. Milyenek ezek a, ezek a témák? Mik ezek? Megmondom, miért kérdezem, mert hogy bár triviálisnak Tűnhet olyanoknak, akik foglalkoznak hátrányos helyzetű fiatalokkal, hátrányos helyzetű csoportokkal, akik látják, ismerik a, a, a rögvalóságot Magyarországon, a vidéki valóságot, a kisfalvak valóságát, például. De én azt gondolom, hogy mégis fontos, hogy erről beszéljünk, és mondjuk ki, hogy mik azok a problémák például, amiket a fiatalok látnak, beazonosítanak, és hogyan nyúlnak hozzá, és az hogyan más mint ahogy egyébként mi felnőttek próbálunk ehhez kapcsolódni, ha egyáltalán próbálunk kapcsolódni, hogy ebbe a stúdióba beszéltünk már sok olyan hátrányos helyzetű csoportról, sok olyan problémáról, amiről azt gondolnánk, hogy ismerjük, de kiderül, hogy nem ismerjük, amiről azt gondolnánk, hogy foglalkozunk vele, és kiderül, hogy nem foglalkozunk vele. Mondok egy példát, az autizmus például, az egy ilyen, ilyen téma volt, ahol az Egy átlag magyar ember sokszor csak odáig jut el, hogy miért nem érted autista vagy, mondja egyik a másiknak, de hogy mi az, hogy autizmus, mi az, hogy autizmus spektrum zavar, hogy ho hogyan lehet elhelyezni a gyerekeket, hogyan, mi hogyan ismerjük fel a saját gyerekünkkel kapcsolatban, hogyha valami nem olyan, mint ahogy egyébként lehetne, hogyan nyúljunk hozzá, stb. stb. Erről mind beszélni kell. Na, ezért kérdezlek téged erről. Hogy Magyarországon például a fiatalok milyen problémákat azonosítanak be, hogyan nyúlnak hozzá, és hogyan támogatja ezt a UNICEF? Megint csak nem fogok tudni elmondani minden témát, amit 2018 óta ez a sok-sok csapat hozott, de el tudom mondani néhány kedvencemet. Volt például egy kis zsákfalú, ahonnan azzal érkeztek a fiatalok, hogy szerintük azért nem működik az ő társadalmi csoportjuk esetében az integráció mind az iskolában, mind a munkaerőpiacon ad helyben, mert hát nincs ezen mit szépíteni, az érintettek büdösek. És azért büdösek az érintettek, mert a falunak azon a részén, ahol élnek, nincs bevezetve a víz, ezért nem tudnak megfelelően tisztálkodni, és ami még ennél is rosszabb, nem tudják rendesen kimosni a ruháikat, illetve ha kimossák mondjuk egy lavorban a kútról, akkor utána kiteszik száradni, bent a házban, ahol olyasmivel fűtenek, amitől utána megint csak rossz illata lesz azoknak a ruháknak. Tehát valami olyan megoldás kéne, amitől ezek a fiatalok úgy mennek be az iskolába, meg a munkaerő közvetítőhöz, meg a munkahelyükre, hogy nem bűzlenek, és akkor már sokkal könnyebb dolguk lesz kapcsolatot találni a többségi társadalomhoz. Végül is ezt a megoldást egy közösségi mosoda formájában Találták meg, és ehhez kaptak is nagyon sok segítséget a program folyamán, hogy a helyi közösségi házban be lehessen rendezni egy ilyen intézményt, hogy ott gépek legyenek, mosószert kapjanak hozzá. Ők maguk megszervezték, hogy el is vigyék az érdeklődőktől a szennyest is visszahozzák tisztán, és egy nagyon jó kis projektet raktak össze ebből az egészből, ami nekem azért is tetszett nagyon, azon kívül ezek nagyon tehetséges fiatalok voltak, akik tényleg jól fogalmazták meg a problémát, és remekül dolgoztak rajta, mert valami olyasmiről van szó, amit mi nem tudtunk volna UNICEF-ként, de azt hiszem, hogy állami szereplők sem hasonló módon megoldani, vagy egyáltalán azonosítani, mert hogyha mi oda mentünk volna, és akármilyen virágnyelven megpróbáltuk volna megfogalmazni egyáltalán ezt a problémát, akkor az bizonyára csak ellenérzést keltett volna, és, és bántó lett volna. De attól, hogy ezt ők maguk mondták ki, és ők maguk érezték az a, a kontrollt a kezükben, és tudták ezt a, ezt a történetet előrevinni, attól működött, és nem ellenérzéseket keltett helyben, hanem büszkeséget, hogy, hogy van valami, amin változtatni lehet. Egyébként pedig azt gondolom, hogy egy ilyen projektben, mint a miénk, nyilván a fő cél nem lehet az, hogy megszereljük az egész országot apránként egy közösségi mosoda a héten, és a következő, és a következő. Ilyen illúzióink talán nem lehetnek, de mivel mi alapvetően egy gyerekjogi szervezet vagyunk, ezért nyilván nálunk a legfontosabb ezekben a programokban is a résztvevő ember. És az, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk egy ilyet végigcsinálnak, azok kapnak belőle egyfelől nyilván egy csomó tudást, hogy hogy kell egy projektet megvalósítani, de leginkább talán egy nagyfokú önbizalmat. Hogy igenis az ő gondolatai értékesek, hogy az ő helyzetfelismerő képessége az fontos és pontos, és hogy ő meg tudja oldani a gondokat, és hogy ő el tud menni komoly helyekre, és ki tud állni magáért, és el tudja mondani, hogy mit szeretne, meg tudja valósítani az elképzeléseit, és a határacsillagoség, és ez az ő későbbi életükben biztos, hogy nagyon fontos lehet, és viheti őket előbbre, messze túl azon a konkrét projekten, amit ott megvalósítottak, és ez a helyben is nagyon erős lehet. Voltak olyan csapatok mások, akik mondjuk mozgássérültként jelentkeztek, és azt a problémát azonosították, hogy kerekegyszékes diákok a magyar felsőoktatásban nagyon sok helyre nem tudnak bejutni, vagy nem tudják, hogy hogyan, és egy térképapplikációt készítettek végül, ami megmutatta az érintetteknek, hogy hogyan tudják megközelíteni azokat a az épületeket és helyszíneket, amikre szükségük lehet. Voltak olyanok, akik tanulási nehézségekkel küzdöttek, és erre hoztak létre egy projektet és egy applikációt, hogy ez hogy működik. Az utóbbi években pedig áthelyeztük a fókuszt szakiskolákra, mert azt tapasztaltuk az első időszakban, hogy nagyon fontos a helyi mentorok és a helyi segítő felnőttek szerepe, ami amikor adhok csapatokat vonunk be különböző településekről, nem biztos, hogy helyben adott, és gyakran fordul elő, hogy a legnagyobb nehézség a résztvevő fiatalok számára nem is a feladatok megoldása, hanem annak a kezelése, hogy ott a köze, a, a körülöttük lévő közegből nem kapnak feltétlenül elég támogatást. Viszont egy szakiskolával együttműködésben, ahova azért nagyon sok hátrányos, hátrányos helyzetű fiatal jár, és ugye ez az ország különböző részein lehet, illetve olyan szakiskolákkal dolgozunk, akik az ország területén különböző helyeken vannak. Ha a vezetőség, az intézmény vezetése kötelezett, és a helyi tanári karból lehet találni olyanokat, akik mentorként vállalják azt a feladatot, hogy ott állnak a fiatalok mellett a hétköznapokban, segítik őket, fogják a kezüket, kommunikálnak velünk is, ha kell arról, hogy mire van szükség, akkor, akkor ez még sokkal jobban tud működni ez a folyamat. Úgyhogy az elmúlt évek kifejezetten ilyen intézményekből jönnek a, a problémák, nem csak a csapatok, és itt is óriási változásokat értek el. Volt olyan csapat, aki azt azonosította be, hogy az ő intézményükben nincsen olyan tér, ahol ők, ők igazából társadalmi életet élhetnének, de van egy rettentős sivár, katlanszerű udvar, ahol semmi más nincs, csak a beton, meg a tűző nap, ezért ezt nyáron nem használja senki, télen meg hideg van, és hogyha be lehetne rendezni, akkor ott létrejöhetne az a közösségi élet, ami hiányzik az iskolából. És amikor ezt a problémát ők megfogalmazták, és a megoldásokon elkezdtek dolgozni, akkor hirtelen megindult körülöttük az összes helyi szereplő. Pusztán attól, hogy arra tudtak hivatkozni, hogy ők egy UNICEF program középdöntős csapata, és hogy ez egy komoly ügy, amit ők képviselnek, ettől melléjük állt az intézményvezetés, a helyi polgármester, a helyi vállalkozások, a szülői közösség, és a végén mindenki hordta oda az anyagokat, és, és tette bele a saját kétkezi munkáját, úgyhogy messze azon túlmutató eredményt tudtak produkálni, mint amire az általunk adott anyagi támogatás elég lett volna, és tényleg egy csodálatos oázist varázsoltak. Az iskolasi vár udvarából. Ilyen program van, és ilyen megoldás egyébként most is, az elmúlt években is van, de túl sok időt vennék el, ha ezeket most még végigmondanám. Tehát a UNICEF brand és némi pénz segíti ezeket a projekteket. Mindaz, amiről meséltél, intézményi szinten, egyéni szinten is látszik, hogy a programjaitok mentén hogyan kapcsolódtok ti a közösségekhez, hogyan igyekeztek segíteni. Visszafelé is kérdezném, amikor Magyar emberek azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak a UNICEF-hez kapcsolódni. Akkor milyen lehetőségei vannak, milyen belépési pontok vannak, ahol, a, ahol azok, akik érzékelik, hogy probléma van, akár a, a mikro, akár a makro környezetükben, azok szeretnének valamilyen módon kapcsolódni, segíteni, önkéntesnek lenni, dolgozni, támogatni, akármi. Milyen belépési pontok vannak nálatok, ahol a, azok az embereknek van lehetőségük segíteni tudnak kapcsolódni és veletek együtt segíteni. Nagyon sok ilyen belépési pont van, nyilván azok számára is akik, is, akik segítséget kérnek egyébként, ugye erre van ez a több mint 15 magyar programunk, de akik segítséget szeretnének adni, azok is számos módon megtehetik ezt. Ezek közül a legegyszerűbb, és hogy őszinte legyek, számunkra a legfontosabb az Egyszerűen a rendszeres havi támogatás. Még mindig nagyon gyakran az van a magyar emberek fejében, hogy adományozó az, akinek sok pénze van, és ebből nagy összegeket tud valamilyen ügyre szánni, százezreket vagy milliókat. Pedig a hozzánk hasonló szervezetek tényleg ezekből a mikroadományokból élnek, aminek a kiszámíthatósága a legnagyobb értéke. Tehát, ha valaki egyszer egy bankkártyát beregisztrál, és elindítja azt a havi pár ezer forintos utalást, és mi tudunk innentől azzal kalkulálni, hogy ez az összeg minden hónapban be, Jön, akkor sok-kicsi-sokra megy alapon a mi szervezetünk is, meg tudja találni a módját annak, hogy mind Magyarországon, mind a világban oda tegye az erőforrásokat, ahol azokra éppen a legnagyobb szükség van. És ez adja az UNICEF erejét is. Világszerte ez a sok-sok millió ember, Magyarországon, meg kicsit több mint tízezer, aki beleáll a történetnek ebbe a részébe. Ez nyilván egyfajta elköteleződés, szerintem jó esetben az ember identitásának is a részévé válik, de közben valójában nagy, rendszeres, személyes erőfeszítést, időráfordítást nem igényel. Mi küldünk nyilván rengeteg anyagot, tehát ha valaki szeretné követni, hogy mi történik a pénzével, akkor erre kap lehetőséget, és több kapcsolódási pontot, és el lehet jönni rendezvényeinkre, és lehet személyesen is átélni azt, hogy valaki UNICEF támogató, de hogyha valakinek az életébe, időbeosztásába ez nem fér bele, akkor az az automatikus átutalás is nekünk nagyon sokat jelent. Természetesen lehet egyszeri összegekkel is támogatni, amikor például kitör valahol egy háború, vagy van egy komoly vészhelyzet, akkor szoktunk erre hirdetni konkrét vészhelyzeti kampányokat, és aki oda adományoz, az arra a konkrét ügyre adja a támogatását, és utána fog kapni egy szép e-mailt arról, hogy az akkor gyűjtött pénzből, ami Magyarországon mennyi volt, mi történt. Van egy telemarketingünk, is ők is felszokták hívni a támogatóinkat, és mesélnek nekik. Ha valaki személyesen jobban részt szeretne venni a munkánkban, akkor ezt megteheti például, ahogy említetted önkéntesként, és sok fajtája van az önkéntességnek, nyilván azon is múlik, hogy ki mit tud adni, hogy ő neki például mi a szakmája, vagy miben dolgozik. Olyan jellegű önkéntes programjaink, mint ami a mondjuk a kerítés-festés, ezt szokták így emlegetni, az, az, nincsen. Tehát amikor valakinek van egy napja, oda jön és eltöltött egy pár órát, és úgy érzi, hogy akkor ő most kifestette az óvoda kerítését, a, a, vannak ilyen szervezetek, de, de az UNICEF ilyeneket nem szervez. Sok oka van annak, hogy mi ezekben nem is hiszünk annyira ezekben az aktivitásokban, de a Rendezvényeinken lehet például önkénteskedni, tehát ha valakinek nincs rendszeres heti X óra ideje arra, hanem csak adhok, akkor lehet olyan önkéntes, aki UNICEF rendezvényeken időnként segít nekünk a, a regisztrációnál a gyerekekkel való foglalkozásban, ha mondjuk ott berendeztünk egy rajzsarkot, vagy valami más olyan aktivitásban, ahol, ahol aznak a rendezvénynek a sikerét segíti. Nyilván ez egy struktúrált önkéntes program, azokkal különösen sokat kell foglalkoznunk, akik egy gyerek közelébe kerülnek, de ez egyébként kevésbé jellemző, itt általában felnőtteket célzó rendezvényekről van szó, amik hozzájárulnak az UNICEF sikeréhez, és sokszor olyan izgalmasak is, de de nem azt jelenti, hogy valaki bemegy egy ö, állami gondozottakról ö, gondoskodó otthonba, és ott személyes kapcsolatot fog rászoruló gyerekekkel kialakítani. Ilyen típusú programunk nincsen. Irodai munkában lehet nekünk segíteni, ha valakinek több ideje van, illetve nagyon fontos az úgynevezett szakmai önkéntesség, amikor valaki próbónó felajánlja azt a tudást, amivel a hétköznapokban egyébként is foglalkozik, és sok ilyen együttműködésünk van jogi irodákkal, kreatív ügynökségekkel, és még számos olyan szervezettel, ami azt a szolgáltatását adja nekünk ingyen, amit egyébként pénzért végez, és amiben neki magas szintű szakértelme van, ami nyilván nálunk egy civil szervezetnél nem lesz meg házon belül. Ez is nagyon-nagyon sokat adhat. De van egy platformunk, aminek az a neve, hogy te is illetve ez a webcíme, ahol bárki saját kampányt indíthat. Tehát ha azt gondolja, hogy ő gyűjteni szeretne, nem neki van pénze, amit fel akar ajánlani. De neki van energiája, és tudna gyűjteni egy ügyre, felveheti velünk a kapcsolatot, megtalálhatjuk akár azt a konkrét történetet, amit ő meg szeretne fogalmazni, hogy a gyerekek problémái közül őt mi érdekli igazán, és csinálhat akár sütivásárt, akár valami ennél komplexebb vagy eredetibb öm, öm, akciót, ahogy a saját ismerettségi köréből vonzza be az adományokat, akár csak úgy, hogy rendez egy házibulit, vagy egy vagy amúgy is éppen készül egy ilyen eseményre, és elküldi a meghívóban a vendégeknek, hogy ne hozzatok egy üveg bort, mert nem fog elfogyni. Inkább az árát utaljátok ide ebbe a gyűjtésbe, és akkor együttesen, közösen az UNICEF-en keresztül segítünk gyerekeknek. Nagyon sokféle kampány van egyébként itt, ami futtatható, tehát ezen az oldalon meg lehet találni. De van webshopunk is, úgyhogy ha valaki ajándékozni szeretne egy ismerősének, barátjának, kollégájának szeretnének, akkor tud úgy ajándékozni, hogy közben a gyerekeket is támogatja, az illető kap egy ajándéktárgyat, ami egy fizikai tárgy, és örülni fog neki, és nagyon gusztus Sos. Sok együttműködésünk van helyi magyar, szervezetekkel, akik úgy állítanak elő termékeket, hogy az minden szempontból fedhetetlen legyen. Sokszor ezek maguk is társadalmi vállalkozások egyébként. És akkor ezt a tetszetős tárgyat valaki úgy tudja megvásárolni ajándékba, hogy még egy kis kártyát is hozzá lehet tenni. Egyébként az UNICEF-et is segítettük ezzel. Illetve talán az egyik legizgalmasabb, kisgyerekes családoknak a legjobb ez az együttműködési forma, hogy azok, akik jelentkeznek a most éppen Paddington kalandjai című programunkra, de korábban hasonló logikában a két kis dinóval is foglalkoztunk, azoknak a gyereke minden hónapban kap egy személyre szóló postai csomagot, amiben Peddington Mackó beszámol a kalandjairól a világ valamelyik másik exotikus tájáról. Ez a levél, ez meg lesz címezve a gyereknek, tehát az én kisfiam például kedves Marci megszólítással kapja a leveleket, és az ő neve van ráírva a borítékra, és utána a Mackó beszámol arról, hogy éppen hol jár a világban, ott mi történik, ott hogy élnek a gyerekek, milyen kihívásaik vannak szigorúan olyan módon, hogy ez semmi egy gyereket ne traumatizálja, hiszen a négy éves Kortól tíz éves korig tartó korosztályra gondolunk elsősorban ezeknél a csomagoknál, de lesz benne sok matrica, apró érdekességek az adott egzotikus országról, képeslapok, egy olyan, ami a gyereknek szól a mackótól, egy olyan, amit ő elküldhet egy másik barátjának, és még több munka, ami, ami órákon keresztül szórakoztathatja kisebb gyerek esetében az egész családot, a szülőkkel együtt, nagyobb gyerek esetében már magának is el tudja olvasni és fel tudja dolgozni. Ráadásul a Paddington mackó csomagoknak az is az előnye, hogy ezek két nyelvűek, úgyhogy még az angol tanulást is segíti. Az eredeti angol szöveg is ott van, meg a magyar szöveg is. Korábban Berg Judittal a két kis dínót utaztattuk szerte a világban, ugye ezek az ő karakterei, és Magyarországon a két kis dinó kalandjai valakik a könyvekben, az időben utaznak. A mi kérésünkre pedig a Judit írt 12 történetet, ahol ezek a dínok a jelen időnkben, de a világban a térben utaztak, és hasonló logikában, mint a Peddington mackó, beszámoltak ezekről a kalandjaikról. Úgyhogy így például valaki úgy segítheti a kiszolgáltatott gyerekeken, hogy közben a saját gyereke is kap valamit, ami igazi érték, nem lenne olcsóbb, sőt, valószínűleg több lenne, ha ez egy kereskedelmi termék lenne. Egyrészt szórakoztató, és, és jó időtöltés, és nem egy digitális történet. Másrészt pedig érzékenyíti is a gyerekeket nagyon finoman arra, hogy máshol milyen problémák vannak, és hogy egyáltalán a világ nagyobb annál, mint amit ők eddig megismertek. Én azt is gondolom, hogy, hogy nekünk magyaroknak fontos lenne minél inkább érteni azt, hogy ezek a globális szervezetek hogyan támogatnak, hogyan segítenek, hogyan járulnak hozzá a mi életünkhöz. Ahogy azt is fontos lenne látnunk és értenünk, hogy a, hogy a globális kihívások a, a migrációtól, a háborúkon keresztül, a gyermek, afrikai gyermek éhezésen keresztül, stb. stb. hogyan hatnak ránk? Hiszen hatnak ránk. Hiszen egy, egy globális világban élünk, ahol az internet által is számos-számos dolog kinyílt előttünk, ami egyébként mondjuk 40 évvel ezelőtt még nem volt nyitva. Ezek mind hatnak ránk, és különösen hatnak a gyermekeinkre. Tehát mindezekért nagyon fontos, hogy értsük, lássuk, hogy milyen elképesztő jelentősége van mondjuk egy UNICEF-nek a mi életünkben és az ő munkájának. De én azt gondolom, hogy keveset hallunk erről, és keveset látjuk Magyarországon, hogy hogyan egészítitek ti ki a magyar aktivitásokat. Ezért szeretnélek téged kérni arra, hogy egy kicsit a UNICEF történetéről és annak a globális működéséről mesélj nekünk. Amit az unicef talán már sokan hallottak, hogy a második világháború után jött létre, akkor, amikor ugye Európában nagyon sok elárvult, meg rettenetes helyzetbe kerül gyerek volt, és ezeket a szószoros értelmében életben is kellett tartani, meg vissza kellett hozni az egészségbe. És ekkor Magyarországon is egy humanitárius segítőszervezetként lépett fel az UNICEF, tejport osztogatott, penicilint, meg mindenféle, amire akkor éppen itt szükség volt. Ez a mai napi lemző a szervezetre, hogy mindenhol úgy segít, ahogy arra az adott kontextusban szükség van. És ez a 190 országban nagyon különböző dolgokat jelent. Ez nyilván egészen mást jelent egy olyan országban, ahol mondjuk jellemzően a mai napig tapasztalt sárkonyhóban élnek az emberek, és a legnagyobb kihívás, hogy a gyerek élje meg az ötödik születésnapját, és más mondjuk egy olyan országban, ahol már fejlettebb társadalom van, de még így is nagyon sok szegény negyed, ahol esetleg terjednek a járványok, és a gyerekek nem férnek hozzá megfelelő oktatáshoz. Hoz, vagy egy olyan országban, ahol igazából már nincsenek ilyen alapvető problémák, de még ezzel együtt a gyerekeknek nyilván számos kihívással szembe kell nézniük, mint amilyenekről az előbb is beszéltem, például Magyarország esetében. Amit egy ilyen nemzetközi szervezet azon kívül tenni tud, ami egyébként talán a legfontosabb, és amivel az emberek ott helyben találkoznak, tehát azok a programok, amik az ottani problémát helyi szinten orvosolják, vagy a megoldást segítik, az nyilván az, hogy van egyfajta lobby ereje is, meg befolyásolni tud globális feladatokat, vagy globális megoldásokat és problémákat és folyamatokat. Mert ahogy ezt mi is mondani szoktuk, a globális kihívásokhoz globális megoldások kellene, hát önmagában egy-egy helyi szervezet mondjuk egy ilyen téma esetében, mint amilyen a globális felmelegedés, nyilván kevés. Itt a világnak együtt kell fellépnie. És az UNICEF meg a más hasonló nagy nemzetközi szervezetek hozzák a tudást és a tapasztalatot, és egyébként gyakran hozzák a gyerekek hangját és véleményét és kívánságait is a terepről, de ott vannak, ahol kell, Washingtonban vagy Brüsszelben, vagy azokon a fontos konferenciákon, tárgyalótermekben, ahol egyébként a világ próbál dülőre és előre jutni a közös kihívásainkban. Ez az egyik legfontosabb üzenet, talán, amit szeretném én is, hogy eljuttassuk a nézőinknek és hallgatóinknak. Hogy globális kihívásokhoz globális megoldások kellenek. És ezt kellene jól megértenünk nekünk, modern szülőknek, azt hiszem, hogy a mi gyermekeink fontos, hogy mit tesznek az utcában, az óvodában, az iskolában, hogy mi hogyan segítjük a helyi közösségeket és megoldásokat találjunk le. De az ugyanolyan fontos, hogy megértsük, hogy milyen globális kihívásaink vannak, és azok, akik jó módban nőnek fel, azok, akik megtehetik, azok, akik. Egy-két-három diplomát szereznek, ők úgy nőjenek föl, hogy mi mesélünk erről, hogy milyen globális kihívások vannak, és milyen globális megoldásokat kell, hogy találjunk közösen, együtt. És nagyon kevés olyan szervezet van a világon, amelyek képesek országokat átívelő, kontinenseket átívelő módon képesek gondolkodni, és sokszor cselekedni ezekben a kérdésekben és ezért óriási jelentőségű, hogy itt van Magyarországon a UNICEF, hogy itt, itt ülsz te most velem, és közösen beszélhetünk erről, mert szeretném, hogy minden apaidő néző és hallgatóban tudatosuljon, hogy nekünk ezekhez a szervezetekhez kapcsolódnunk kell. Értenünk kell a működésüket, értenünk kell, hogy milyen programok zajlanak, és ha tudunk, segítsük, kapcsolódjunk, és a gyerekeinket is kapcsoljuk egy Paddington programon, vagy akármi máson keresztül hozzájuk, hogy úgy nőjenek föl, hogy értsék, hogy a globalizáció az nem csak szitokszó, hanem lehetőség is arra, hogy közösen találjunk megoldásokat. Ez így van, és nagyon sok olyan témában, dolgozik folyamatosan a színfalak mögött, meg persze előtt is az UNICEF, ami sok-sok ország gyermekeit érinti. Ezeknek egy része olyan, hogy mi is megéljük a mindennapokban a fontosságukat, ilyen például a gyermekek mentális egészsége, ami az egyik kiemelt témánk, meg a klímaváltozás, ami a másik kiemelt témánk, hiszen tudjuk, hogy ez is nagyobb arányban érinti a gyermekeinket, mint az idősebb generációkat, nem csak a jövőben, de egyébként már ma is. És vannak olyan témák, amik lehet, hogy a mi húsunkba még nem vágnak úgy bele, de attól még itt is nagyon nemzetközi jelenségekről van szó, amikre a világ csak közösen tud megoldásokat találni. Ilyen lehet például az, hogy a háborúk során milyen fegyvereket használnak, mert nagyon sok gyerek attól sérül meg, ami ott marad. Egy-egy ilyen hadszíntéren, mondjuk taposóaknák, vagy olyan robbanó szerkezetek képében, amit utána, amikor már elvileg béke van, egy-egy gyerek véletlenül megtalál a romok között, vagy a mezőn, és utána ennek fogja kvázi köszönhetni, hogy vagy az életét vesztél, vagy néhány végtagját. Ez Ezzel... szörnyű. Ez... De mit tud tenni például a UNICEF? Maradjunk ennél a példánál taposó aknáktól a nem tudom milyen fegyverekig tele az ország, itt van Ukrajna a szomszédunkban, elképesztő mennyiségű fegyver és mindenféle lőszer és mindenféle lesz ott a Ezek, eh Ehhez a kérdéshez is sok hasonlóhoz nyilván globális egyezmények kellenek arról, hogy egyáltalán mi használható egy háborúban és mi nem, és ezek nagyon komoly kérdések nyilván, ami nagyon hosszú ideig dolgoznak szakosított szakemberek, és próbálják meg elérni, hogy az országok vállalásokat tegyenek, és hogy bizonyos típusú fegyvereket egyszerűen vonjanak ki a használatból vagy vállalásokat tegyenek, hogy amikor vége van egy konfliktusnak, akkor ezeket kiveszik, vagy segítsenek a gyerekeknek, meg a közösségeknek abban, hogy ezekről a veszélyekről tudjanak, és ellenállóbbak legyenek. Egyébként erről szólt például az egyik első film, amin annak idején, a BBC, um, Képernyőjére dolgoztam, ahol Koszovóban, meg Afrikában láttam ennek az eredményét, hogy mit tudnak ezek a fegyverek utólakozni. De ilyen például a kérdése. Szerintem ez egy tipikus téma, amiről mi azt gondoljuk, hogy nagyon messze- messze tőlünk, ázsiai országokban, kicsi gyárakban, kicsi gyerekek várják a nem mondom ki, milyen uh, sportcipőink felső részét, és rakják össze a kicsi játékokat. Ezért tudjuk mi megvenni uh, 199 forintért azt, aminek már az anyagára is uh, elképesztő. Le. Tehát, hogy hogy, hogy hogy lehet ennyiből kihozni, gondolja az ember, átutazta az egész világot, igaz? És hát így, vagy sokszor így, sajnos, még mindig, de hát ezért jó, hogy küzdöttek ellene. Na, de ez egy milyen érdekes példa arra, hogy hogy mennyire távol van tőlünk ez a probléma, gondolnánk mi. És egyébként egy hasonló téma, amire nagyon kevesen gondolnak, de tényleg nagyon jelen van Magyarországon gyerekeket érintően, az az emberkereskedelem. Tehát gyerekkereskedelmi áldozat speciál sok van Magyarországon, sokan származnak Magyarországról, és sokakat visznek át Magyarországon. És ez is az egyik olyan, amiről mindenki azt gondolná, hogy valahol nagyon messze van, és minket nem érint, és ehhez képest pedig azt mutatják az európai adatok, hogy a, a toplisten vagyunk a kibocsátó országok tekintetében. Ez egyébként sokszor összekötődik sajnos a gyermek prostitúcióval, tehát ezeket a gyerekeket azért nem mosogatni viszik egy konyhára jellemzően. És a gyermek szegénységgel. Természetesen, ugye ennek köszönhetően tud ez a jelenség Magyarországon is egyáltalán jelen lenni. Beszéljünk a gyermekek jogairól. A UNICEF-nek az egyik fontos célkitűzése a gyermekek jogaiért való küzdelem. Mi a helyzet ma a világban, és mi a helyzet ma Magyarországon a gyermekek jogai tekintetében? Mennyire ismerjük mi szülők a gyermekek jogait, és mennyire ismerik a gyerekek a saját jogaikat? A rövid válasz nyilván az, hogy nem eléggé. Ebben az UNICEF Magyarország is tud segíteni, van egy ébresztő óra című programunk, ahol ingyen viszünk interaktív foglalkozásokat iskolákba, ahol a gyerekeket megismertetjük a saját jogaikkal, és ez egyébként nagyon fontos. Sok családban nőnek föl Magyarországon is úgy gyerekek, hogy azt gondolják, hogy nekik kevesebb joguk van, mint valaki másnak. Például azért, mert az illető idősebb vagy felnőtt, vagy, vagy ő keres pénzt, míg a gyerek értelemszerűen nem, vagy bármilyen másoknál fogva. Nagyon gyakran a gyermek bántalmazással kapcsolatban is felvetődik, hogyha a gyerek tudná, hogy neki joga van ahhoz, hogy ne bántsák, és joga van segítséget kérni, akkor például sokkal könnyebben jutna el valami fajta segítségig, vagy megoldásig. És, és egyébként is az, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy mit jelent gyereknek lenni, és mi az, amihez joguk van, az nagyon fontos, és van egy gyerekjogi egyezmény, amit a világ legtöbb ország, ez az a bizonyos nemzetközi egyezmény, amit a legtöbb ország írt alá és ratifikált a világon, Magyarország is, és ez elvileg ezeket az ez elidegeníthetetlen jogokat garantálja. Természetesen, mint minden jogi egyezmény, más az elv és más a gyakorlat, és hogyha ezek a jogok maradéktalanul érvényesülnének a világ minden zugában, akkor az UNICEF-re például nem lenne szükség. Volt is olyan adománygyűjtő kampány nem Magyarországon, aminek az volt a felütése, hogy, hogy tegyünk azért, hogy megszűnjön az UNICEF. Mert ha megoldanánk az összes gyerekjogi problémát, akkor nekünk nem maradna tenni valónk. Hát jelenleg ettől nagyon messze vagyunk. Mik a vezető gyerekjogi kérdések, problémák Magyarországon, amihez mi kapcsolódunk, vagy mi láthatjuk itt körülöttünk, amiért ti dolgoztok, hogy ezek megszűnjenek? Nyilván mindegyikért dolgozunk, de vannak olyan problémák, vagy olyan jogok, amik kevésbé érintenek minket, mert mondjuk a, a tiszta ivóvízhez való jog az kevesebb helyen probléma Magyarországon, mint a világ számos másik részén, de vannak olyanok, amik Magyarországon is e, például még nem számítanak, e, el, feltétlenül mindenhol elfogadottnak, és ez a gyerek információhoz és véleménynyilvánításhoz való joga, hogy mondjak egy ilyen izgalmasabb példát. Hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy az ő saját szintjén, az őt érintő kérdésekben megkapja a megfelelő információkat, kifejthesse a véleményét, és a döntésnél figyelembe vegyék az ő szempontjait a megfelelő mértékben. Ez nyilván már egy családon belül is kérdés lehet, mondjuk akkor, amikor a gyerek iskolaválasztásáról gondolkodunk. Igen, erre szerettek volna kérni, hogy mondjál néhány példát, hogy mik azok a életszerű, mindennapi példák, ahol sérül a gyermek információhoz és véleménynyilvánításhoz való joga. Sok ilyen eset lehet, és biztos nem tudom az összeset felsorolni, ez előfordulhat családon belüli konfliktusoknál, vagy vállásoknál, és gyermekelhelyezési kérdésekben előfordulhat iskolaválasztásnál, költözésnél, rengeteg más olyan élethelyzet lehet, amikor a felnőttek döntései érintik a gyerekeket, és nem mindenkinek evidens, hogy a gyerekekkel ezt minimum meg kell beszélni. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy amikor a család előtt áll egy kényszerhelyzet, akkor mégis meg kell tenni mindent, amit a gyerek akkor éppen gondol, de hogy belegyen vonva ezekbe a dilemmákba, a döntésekbe, a helyzetekbe, az érettségének megfelelő szinten ezt megbeszéljék vele, és kifejthesse az ő gondolatait és véleményét, az fontos, és ehhez ezeknek a gyerekeknek, minden gyereknek alapvető joga van. Ez, sokszor meglepetésként ér még ugye itt is felnőtteket. Ez az intézményeken belüli életre ugyanúgy igaz, legyen ez mondjuk egy iskola, vagy egy felsőoktatási intézmény, hogy Mondjuk ott már 18 éves elmúlt az a diák, aki ott van, de fiataloknál sem természetszerű még Magyarországon, hogy be kell őket vonni a döntésekbe és a folyamatokba. És egyébként ez igaz a globális kérdésekre, meg országos kérdésekre is, hiszen nagyon sok olyan téma van, ami a gyerekek jelenlegi életét és a jövőjét alapvetően befolyásolja, és most nem feltétlenül érzik azt, hogy ők itt szerepet kapnak. Például, amikor a klímaváltozással kapcsolatban készítettünk egy reprezentatív felmérést, és megkérdeztünk egy 2000 fős mintán nagyon sok magyar fiatal, akkor nem csak azt láttuk az adatokban, ami egyébként meglepet minket, hogy a magyar fiatalok 90%-a mondja azt, hogy szorong a klímaváltozást, a 33%-uk mondja azt, hogy végtelenül dühös és lehet a gyereket se szeretne ennek következtében. De a többségük nem érzi azt, hogy nekik ebben az egész témában lapot osztottak. Hogy őket bárki meghallgatná, hogy ők bárhol ott lehetnének, ahol a diskurzus folyik a közös jövőnket érintő döntésekről, hogy ők elmondhatnák, hogy őket mi érdekli, meg hogyan gondolkodnak ezekben a kérdésekben. Úgyhogy mi itt az UNICEF Magyarországnál például nagy hangsúlyt feje, ö, teszünk az úgynevezett gyermekrészvételre és a részvételiség gondolatára. Úgyhogy Egyrészt vannak fiatal nagyköveteink, akik a mi szervezetünk munkájában is nagyon fontos részt vállalnak, és bevonjuk őket már a programjaink tervezésekor is, meg a munkánk minden elképzelhető mozzanatában. De másrészt például kifejezetten klímakérdésekben, létrehoztunk egy klímahősök nevű programot, Eleve úgy hoztuk létre, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy nekik mi lenne ezzel kapcsolatban fontos, és hogyan szeretnék, hogyha kapnák tőlünk a segítséget. De másrészt ezzel a programmal arra adunk lehetőséget, hogy becsatornázzuk az ő hangjukat a döntéshozókhoz, meg a nyilvánosságba, meg egyáltalán a felnőttek világába, információt adjunk nekik, és részvételi lehetőségeket, amit jelenthet egy beszélgetést valakivel, aki mondjuk vállalati szinten, vagy Kormányzati szinten döntéseket hoz ebben a témában. Megjelentheti azt, hogy a nyilvánossághoz is szólhatna. A hallgatóink, nézőink, akik az apaidőt időt követik, feltetik maguknak a kérdést, hogy hát, hogyha nekem van egy, egy érdeklődő kisfiam, kislányom, akit érdekel a klímaváltozás, szeretne küzdeni azért, hogy érvényesüljenek a, a gyermekek jogai, stb. stb hogyan tudnám én a gyermekemet segíteni abban, hogy a UNICEF-hez kapcsolódjon? Hogyan vehetne részt ebben? Mit ajánlunk nekik? Merre felé tájékozódjanak? Hát az egyik, hogy feljöhetnek a mi honlapunkra, vagy akár inspirálhatják a gyerek pedagógusait, hogy ezt tegyék meg, és kapcsolódjanak valamelyik programunkhoz, például ébresztő órát meg lehet rendelni az iskolába, de a lelki egészség óráink is rendelkezésre állnak, ahol képzett mentálhigiénés szakemberek tudnak a, kifejezetten a mentális lelki egészségről beszélni a gyerekekhez. Van ez a rengeteg anyag, amire le lehet amit le lehet tölteni mindezekben a témákban, amikről eddig beszéltünk. Vannak azok a rendezvények, amikre el lehet menni, mondjuk például a Klímahősök programunkon belül kifejezetten fiatalokat szólítunk meg, de rendezünk nagy konferenciákat is, ahol inkább gyerekekről van szó. Itt a szülőket szólítjuk meg, meg a, meg a velük gyerekekkel kapcsolatban álló róluk gondoskodó felnőtteket, szakembereket. Lehet kapcsolódni a különféle programjainkhoz nyilván úgy is, hogy, hogy, feldolgozzák ezeket az anyagokat, akár csoportosan, osztályban, akár önállóan, de hát az egyik legkézenfekvőbb annak, annak alapján, amit az előbb is mondtam, hogy lehet jelentkezni fiatal nagykövetnek. Minden évben meghirdetjük ezt a pályázatot, és kiválasztjuk. Egyébként a kiválasztási folyamatban is a korábbi fiatal nagyköveteknek van a legnagyobb szerepük. Kiválasztjuk a további fiatal nagykövetet, nagyköveteket, akik aztán nagyon konkrétan és nagyon intenzíven lesznek bevonva az UNICEF munkájában. Hú, hát akkor drukkolunk a sok-sok fiatalnak, hogy legyetek unicef követek, és most egy picit kitágítanám a beszélgetésünket a világra. És arra lennék kíváncsi, hogy vajon milyen olyan nagy problémák, jelenségek, események vannak a világban, amik most a UNICEF fókuszában vannak. Hát megint csak van egy combos adásidő problémánk, mert hogy amikor az UNICEF-nek az a mottoja, hogy minden gyerekért, azt azzal is ki lehetne egészíteni, hogy minden gyerekért minden. Tehát mi vagyunk az a szervezet, amelyik mindennel is foglalkozik, ami gyerekeket érint, és egyébként a gyerekeket szinte minden érinti, ami a világban probléma, és rendszeres megfigyelés hogy minden egyébként aránytalanul nagyobb mértékben érinti, ami ezek közül kellemetlen. Mindig egy válsághelyzetben kiszolgáltatottabbként nyilván nehezebb, mint azoknak, akiknek kevesebb nehézségük van, és ezek közé a kiszolgáltatott csoportok közé tartoznak természetesen a gyerekek is, akik jobban megsínlik a járványokat, a háborukat, az egyéb konfliktusokat, az összes húzódó válságot, még egyébként a klímaváltozást is jobban megsínlik a gyerekek. Mint a náluk idősebb korosztályok. Úgyhogy ebből a szempontból az UNICEF beavatkozási területeit felsorolni szerintem az egész nap nem lenne elég. De az mindenképpen elmondható, hogy nagyon nehéz időszak, időszakot élünk egyébként, nyilván világszinten is, és kifejezetten a gyerekeknek is kemény év volt a tavalyi, most sincsen jó helyzet. Ez talán annak is köszönhető, hogy soha nem ropogtak annyit a fegyverek a második világháború óta, mint most. 110 aktív fegyveres konfliktus van a világban. 110. Szerintem, ha megkérdeznénk Magyarországon az embereket, hogy szerintetek hány háború van a világban, akkor azt mondják, hogy 5, 8. 12. Hát mert mi ezek közül kevésről hallunk, de egyébként már az nyilván szokatlan a magyar gyerekek számára, hogy ezek közül a háborúk közül az egyik a szomszédban dúl, Ukrajnában, most már több mint két éve, és nyilván érinti a magyarokat annyiban is, hogy onnan menekültek is érkeznek, meg a hírekben is halljuk. Egyébként nyilván, mert a dolgoknak ez a természetes sajnos, ma már kevésbé halljuk, mint korábban, pedig a harcoknak nincsen vége. Így van, így van. És pláne nem a 110-ről. Hogy, hogy 110? És hogy, hogy, hogy ilyen sok? Hát ebben olyan konfliktusok is benne vannak, amelyek akár adott esetben ugyanazon az egy országon belül zajlanak, mert van egy konfliktus az ország egyik területén, meg egy másik az ország másik területén. Afrikában, Ázsiában ugye számos ilyen példát is ismerünk. Európa területén is nyilván vannak fegyveres konfliktusok, Ukrajnának az egykori területén is van több ilyen gócpont. De hát nagy a világ, és nagyon, és nagyon sok probléma van, és ezek között vannak olyan elhúzódó helyzetek, mint mondjuk a szíriai vagy a jemeni. Ugye már több mint egy évtizede zajlanak a harcok, és ezek a gyerekek, egész generációk úgy születnek meg, meg úgy nőnek föl, hogy állandóan a fegyverek árnyékában van olyan gyerek Szíriában is, akinek már ötször-hatszor kellett elmenekülni az otthonából. Őket speciál még azon túl, hogy egy folyamatos polgárháborúban élnek, a földrengések is érintették tavaly, ugye akkor Törökország és Szíria területén nagyon komoly földrengés volt, és még az otthonuk is romba dőlt azoknak, akik egyébként is fegyverek árnyékában élnek. De hát nyilván nincs igazán béke Afganisztánban sem, és nagyon sok olyan helye van a világnak, ahonnan hozzánk már el se jutnak feltétlenül ezek a, ezek a hírek, vagy eljutnak éppen azok számára, akik böngészik mondjuk az újságok külpolitikai oldalait, de elég kevéssé, és ugye egyre kevésbé jellemző ez, mondjuk Szudánról vagy Haitiről lehet olvasni, de szerintem, ha megállítanánk az embereket az utcának, akkor kevesen sorolnák föl, hogy ott is éppen fegyveres konfliktusok vannak. Mi a tendencia? Mi történik, hogy hogy ennyi probléma van, és hogy azt gondolnánk, hogy pláne innen és ebből a fókuszból, ebből a székből nézve Európa közepén, hogy hát azért jó, egyre szebb és békésebb és nyugodtabb hely ez a földnevű bolygó, és hát itt minden, minden egyre jobb és jobb, egyre jobban élünk, és egyre nagyobb biztonságban, békében, szeretetben. És akkor jön Mészáros Anton, és azt mondja, hogy 110 fegyveres konfliktus van a világban, és jön a UNICEF, azt mondja, gyerekek, hát elképesztő mennyiségű feladat és probléma van itt, és globális kihívások, és talán globális megoldásokat, de hát miért fölemelték a tej árát megint 20 forinttal? Hogy van ez? A közhelyes kifejezés, amit szerintem a te hallgatóid is sokat hallhattak mostanában, ez a polikrízis. Tehát, hogy egymással összefüggő válságok korát éljük amikor ezek ráadásul egymást erősítik is, és gyakran azért alakul ki egy válság a világ egyik pontján, mert egy másik válság valahol kialakult, mondjuk ilyen például az éhínség Kelet-Afrikában, ami összefügg egyrészt azzal, hogy van egy globális klímaváltozás, aminek a hatásait ott sokkal hamarabb érzik, és olyan szárazság volt az elmúlt években, hogy elpusztultak a növények, és ugye aztán nagyon gyors egymás után van az állatok is, és embereknek el kellett hagyniuk a lakóhelyüket, mert ott már nem tudtak megélni. De másfelől ugyanezt a helyzetet nagyon negatívan befolyásolta az ukrajnai háború is aminek a következtében a gabona export ugye leállt, vagy nagyon megdrágult, és ezekben az országokban, ahova kívülről kellett volna behozni minél több élelmet, mert helyben egyre kevesebbet tudtak termelni, már onnan se jött, vagy csak nagyon drágán. És akkor ehhez hozzájárul mondjuk még a COVID is, ami szintén ugye megzavarta a globális ellátási láncokat, és ezek még nem tudtak a világon mindenütt megfelelően helyreállni, és ennek következtében megint csak kevésbé jutnak el oda az áru, Ahova el kéne jutni. Tehát minden-mindennel összefügg, vannak egyrészt ezek a nagy járványok, van másrészt a klímaváltozás, vannak ezek a fegyveres konfliktusok, és van például az a csendes járvány is, amiről az UNICEF egyre többet beszél, ami a mentális egészségünket érinti, ami mindezzel összefügg nyilván, és közben visszafele is hat. Illetve nyilván az, hogyha elveszett generációk nőnek fel a világ különböző pontjain, mert hogy a gyerekkoruktól megfosztják őket. Ugye 450 millió gyerek él ma a világban, vagy fegyveres konfliktus által érintett területen, vagy onnan menekülőben már valahol máshol, menekültáborokban például. Nekik 450 nincs gyerekről. millió gyerekről beszélünk. Igen. Nekik nincs gyerekkoruk, ne, nekik most azt kéne éppen tervezgetni, hogy hogy töltik a nyári szünetet például, de ehhez képest olyan alapvető problémáik vannak, hogy hozzáférnek-e egyáltalán oktatáshoz, meg oltásokhoz, meg gyógyszerekhez, és így tovább. Ezek a gyerekek, főleg ha elég sokan vannak, és eléggé elhúzódik a konfliktus az adott, körül, az adott területen, ezek egy úgynevezett elveszett generációvá állnak össze, és ez az adott országnak a jövőjét is meghatározza. Az is, ha elmennek onnan, nyilván meg az is, hogyha az ott élő generációk nem kapják meg egyrészt azt a tudást, mondjuk írni olvasni számolni eh, tudást meg olyan mentális állapotban vannak, meg olyan fizikai állapotban vannak, mert amikor nem kapják meg a megfelelő tápanyagokat, annak is nagyon hosszú kihatása van az egészségükre is, a mentális egészségükre is, a társadalom egész későbbi szövetére. És természetesen ezek a problémák aztán beindítják a migrációt is, és ez is óriási problémákat okoz az egész világon. Jellemzően egyébként a legszegényebb országok viselik a legnagyobb terheket ebben a kérdésben is. Mondjuk a világ egyik legnagyobb menekült tábora, Bangladesben van, ahova a szomszédos Myanmarból menekültek a Rohingya származású családok, és egy akkora táborban élnek Bangladesben, ami nagyobb mint egész Washington és több mint egy millió ember zsúfolódik ott össze, szintén elég rémes körülmények között, ami még sokkal rémesebb lenne, hogyha a nagy nemzetközi segélyszervezetek nem tartanák őket ott életben. Mert Banglades nyilván önmagában erre nem lenne képes, hiszen ott is nagy szegénység van. És még hosszan lehetne sorolni ezeket az egymást erősítő és egymás helyzetét is nehezítő ügyeket. Minden, minden el összefügg. Nagyon szépen köszönöm Mészáros Antóniának, a UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójának, hogy itt volt velünk ma az Apaidő podcastban, és beszélgetettünk globális kihívásokról, globális megoldásokról, és a magyar helyzetről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.